Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Szent János könyvéből olvasom a mai evangéliumi részt. Abban az időben Jézus Szamária egyik városába, Szikárba érkezett, közel ahhoz a földhöz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob kutya. Mivel Jézus útközben elfáradt, leült a kútnál. Az idő dél felé járt. Közben odajött egy szamariai asszony, hogy vizet merítsen. Jézus megkérte, adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Az asszony elcsodálkozott, hogyan kérhetsz te zsidó létedre tőlem szamariai asszonytól inni? A zsidók ugyanis nem érintkeztek a szamaritánusokkal. Jézus így felelt. Ha ismernéd Isten ajándékát, és tudnád, hogy ki mondja neked, adj innom, inkább te kérnéd őt, és ő élő vizet adna neked. Az asszony ezt felelte, Uram, hiszem vödröt sincs, a kút pedig mély. Honnan vennéd az élő vizet? Csak nem vagy nagyobb Jákob atyánknál, aki nekünk ezt a kutat adta, amelyből ő maga is ivott, meg a fiai és az állatai. Jézus erre megjegyezte, mindaz, aki ebből a vízből iszik, újra megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, nem szomjazzik meg soha többé. A víz, amelyet én adok, örök életre szökkelő vízforrás lesz bennem. Erre az asszony megkérte, Uram, adj nekem azt a vizet, hogy ne legyek szomjas, és ne kelljen ide járnom vizet meríteni. Jézus így szólt, menj, hívd a férjedet, és jöjj ide. Az asszony ezt felelte, nincs is férjem. Mire Jézus, jól mondod, hogy nincs férjed, mert 5 férjed volt, és akid most van, az sem a férjed. Ezt helyesen mondtad. Ekkor így szólt az asszony, Uram, látom, hogy próféta vagy. Atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálem az a hely, ahol imádni kell őt. Jézus ezt felelte, hidd el nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor az atyát nem itt és nem is Jeruzsálembe fogják imádni. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi pedig azt, akit ismerünk, hiszen az üdvösség a zsidóktól ered. De eljön az óra, sőt, már itt is van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát. Mert az atya ilyen imádókat vár. Isten ugyanis lélek, ezért akik őt imádják lélekben és igazságban, kell imádniuk. Kedves tévénézők, kedves testvérek, egy nagyon érdekes részt olvastunk Szent János könyvéből. A szamaritánusokat látjuk, hogy hogyan kerülik a zsidók. Elsősorban azért kerülték, mert félig tartották őket zsidóknak, félig azonban pogányoknak. Hallottuk, hogy Jézusnak a tanítványai elmentek a városba élelmet vásárolni, tehát láthatjuk azt, hogy csupán szükségből vásároltak náluk ennivalót az emberek. De láthatjuk azt, hogy Jézus azért kér vizet a szamariai asszonytól, hogy legyen oka szóba állni vele, hogy rávezessen minden embert az üdvözíteni akaró tanításra. Az élő víz eredetileg forrásvizet jelent. Jézus azonban a megváltás kegyelmét határozza meg, illetve annak a gyümölcsét, az örök életet érti alatta, a forrásvize alatt. Az asszony kérdésére láthatjuk, hogy Jézus nagyon szépen kifejti, hogy az új szövetségben egészen más lesz az Isten tisztelete. Nem a helytől fog függni, hanem a krisztusi igazságon, vagyis a lelki újjászületésen fog alapulni. Ez lesz a lényege. És ebből meg is tudhatjuk azt, hogy Jézus az örök élet forrása mindannyiunk számára, akik hiszünk ő benne. Amen.